szépen, szépen. Azt fogjuk csinálni, hogy a hasonló lévő gyomorszondát átkötjük. Úgyhogy ezt minden nap át kell kötnünk. Átkötjük ma is. Csinálunk róla egy kis videót, hanem is feltétlenül oktató videó. Hasad látszik benne csak, meg a kezem. Van ezen egy ilyen kék rögzítő valami. Ezt hátrahúzzuk. Van egy másik ilyen kis gumi akármi, amit ha jobbra-balra kiakasztunk a patentjából, hogy hátra lehet húzni. Hátrahúzzuk. Ezt a csövet már befújjuk ilyen fertőtlenítővel. Ezzel a sebb fertőtlenítő akármivel, ami jó árba mérik, de legalább sokat ér. És akkor minden ezt felhúzzuk, bocsánat. Két irányú bocsánatot kérek. Úgy semmi baj nincs. Azaz. Ezt több módszerrel is lehet, elméletileg lehetne elszerezni gyomorszondához való kötőeszközt. Mivel Magyarországon élünk, ilyen nincsen. Ez ugyanaz a cucc jó lenne hozzá, amit a GG meccéskor szoktak ide a gégecső alá rakni. De ilyet sajnos Magyarországon nem lehet szerezni. Ezt úgy csináljuk, hogy ezt itt körül befújjuk ilyen sprével, steril mollappa, ezt körbe kitisztítjuk. Kicsit letörjük a csövet. Sajnos köhögéskor itt különböző váladékok jelennek meg. És a gyomorszonda belülről úgy néz ki, mint egy esernyő. Megfogjuk ezt a csövet, és akkor egy kicsit bejebb nyomjuk, és megpróbáljuk elfordítani körbe, hogy ne ragadjon le a gyomornak a falához. Kívül egy picit meghúzgáljuk, jól mozog. Ennyi. És amit kihúztunk váladékot, azt talán is letöröljük. Mullap. Így letörlődik. Na most az egyszerű és olcsó és nagyjából fenntartható módszer. Ha más megoldás nincs, akkor egy ilyen sima 10x10-es mullapot ketté hajtunk. Ejtünk rajta egy bemetszést. Egy ilyen 10x10-es mullapból jó sokat, nem egyet. Félbehajtunk. Ejtünk egy bemetszést, ráhúzzuk, és ezért érdemes leragasztani a szélét. Mert van, aki szeret utána turkálni, mint például édesapám, és akkor az könnyen kihúzza onnan. De van a másik verzió, ilyen raktapasz. Ez 8x10-es. Én egyik nap ezt szoktam alkalmazni. Egyik nap a másikat szoktam alkalmazni. És ugye ezzel is azt szoktam csinálni, hogy ezt fogom. Elvágok, belevágok egyet, egy ilyen kis Y alapot. Így. Akkor ez megvan, egy Y alapot belevágtam, akkor ezt levesszük innen. Levesszük a másik felét. Így. És ezt ide így ráhúzzuk erre a csőre. Ráragasztjuk. Így. 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 A cső átfordul a másik oldalra, és egy kicsit ugye az Y miatt egyik felét rá tudjuk ragasztani a másik felére. Nem feltétlenül baj, ha nem jó sikerül, mert ez holnap úgyis lejön innen. Biztos nem kell, de én szoktam erre fújni még ilyenkor fertőtlenítőt mindenhova. Utána ezt a gyomorszondának a biztosítóját, azt van rajta számozás, de számozásra nem szabad menni, mert attól függ, hogy stabilan álljon, tehát érezhető legyen, hogy megfeszül az a belső esernyő a gyomornak a belső felén, majd van ez a biztosító, olyan kis kapocs, azt kipattintjuk, fölhúzzuk, rátesszük, és kész. Ennyi tulajdonképpen ennek az átkötése. Ez tulajdonképpen ott egy nyílt seb, amin keresztül ez a cső bemegy a gyomorba. Nagyjából ennyi tulajdonképpen egy ilyen gyomorszondának az átkötése. Meg kell mozgatni annak érdekében, hogy ne ragadjon le semmilyen dolog benne. Majd ugye ilyenkor este még csinálunk egy
szokásos gyógyszerkúrát. Az előre összekészített fekete dobozból. Ugye, mivel a gyomorszondán való etetés, ezeket a gyógyszereket nem lehet máshogy. Be ebbe a mozsárba. A mozsárba belekerül. A mozsárba péppétöröm. Ebbe lehet ilyenkor mindenféle dolgokat a gyógyszeren kívül, C-vitamint, vagy netán, ha valamit fáj, akkor fájdalomcsillapítót. Fáj esetleg valamit? Szeretnél fájdalomcsillapítót? Mivel máshogy nem tudunk kommunikálni. Ha kérsz fájdalomcsillapítót, ha szeretnél, akkor dugd ki a nyelved. Szeretnél? Igen? Tegyek bele egy flektort mondjuk? Hol fáj, apa? Tedd oda a kezed, ahol fáj. Mit fáj? Vagy nem fáj semmi? Ezt ugye, amikor összetörtük a mozsárba ezt a gyógyszert, akkor ez belekerül szokásos nagyban egy kis pohárba. Abba a pohárba. Vízzel. Nem tudom miért, de azt mondják, hogy nem a tápszerrel, hanem vízzel. Kinyitjuk. És akkor a fecskendővel pászol. Felszívjuk. Kipuljuk. Felszívjuk. Kipuljuk. Felszívjuk. Kipuljuk. És akkor eddigre már biztos, hogy elolvad. Megfelelőképpen a gyógyszer. Ilyenkor szoktam hozni egy ilyen törőközőt, ezt ide rakom. Meg a gyomorszondának a gasztrotubusnak a végén van egy ilyen kis csap, azt kinyitod. Vele a fecskendőt, itt van egy ilyen biztosító szerep, azt kinyitod. Esetleg ezt lehet néha egy kicsit arrébb húzni, elfordítani, hogy jobban zárjon. A köhögéskor néha sajnos ez visszaenged. Egy adag bement. És akkor az gyógyszer további része. Még bement. Nem tudom, hogy miért, de én valahogy úgy szoktam, hogy először beadom a gyógyszert egy kis vízzel, este meg reggel. Ilyenkor ezáltal kicsit több vizet adunk, mint a szokásos másfél deci. Akkor jöhet a tápszer hozzá, mint esti vacsora. Kérjük ugye. Aki ilyen nutriciás tápszert kap, az elméletében elég macerás ennek a kinyitása, de a kórházban, vagy valahol lehet, úgy gyógyszertárban nem lehet egy ilyen szert, szerkezetet hozzászerezni, amivel jó ki lehet lukasztani. És akkor így tök szépen jön belőle, mert amúgy nagyon, hogy kinyomod, nagyon habos lesz. És ha habosak nyomunk be a pocakba, akkor abban utána öklendezés van, meg bifögés van, meg ilyen fölösleges bifögés pontosabban. A tápszert azt már úgy szoktam, hogyha felszívom a fecskendőbe, mindig úgy szívom fel, hogy felszívom. Letörülöm egy ilyen valami kis rongyal, mert amúgy minden nap lehet minden mosni, és ez a tápszer, ahogy rámegy a törölközőre, az ilyen kőkemény lesz utána. Hagyjam meg, hogy elég nehéz belőle kimosni is. Hát, így csináljuk mi. De lehet, hogy nem is így kell, de egy éve mi így csináljuk. Úgyhogy... A kórházban eredetileg az volt, hogy volt egy ilyen tartály, ami a gravitáció segítségével így csöpögött be. De olvastam a neten, aztán mondják, hogy most egész nap csöpög valami a gyomrodba, az nem feltétlenül jó. Ezt érzi az ember, hogy milyen tempóval lehet, van egy kis ellenállása, nem túl nagy. A vizet azt régen úgy csináltam, hogy volt ilyen nagyobb fecskendőm, és akkor az a nagyobb fecskendőn keresztül magától a gravitációt, csak beleöntöttem a fecskendőbe, és akkor így úgymond lefolyt, csak akkor nem ilyen vége volt ennek a gasztrotubusnak. De ez abból a szempontból, hogy sajnos kicsi ez a fecskendő, tehát így elég sokszor kell visszatérni egy ilyen töltésre, de meg a betegápolással foglalkozunk, hogy ráérünk visszatérni. De azok a nagyobb fecskendők, azok annyiból jobbak, hogy nem kell ennyit forogni, meg tölteni, mert ez csak 60 ml.
Aztán van ilyen 100 ml-es is, csak annak a vége nem ilyen. Úgyhogy ez azért nem jó. Úgyhogy tulajdonképpen most így megvan a vacsora, megvan a víz, 9 óra 9 perc van, 9 óra 10 perc van, reggel 9 órakor vettük be a gyógyszereket, és akkor ilyen 12 órás eltéréssel vesszük a gyógyszereket. És akkor amikor megvolt a gyógyszer, vagy akár előtte is, kinek mi a rutinja, de én úgy szoktam, ne felejtsek el semmit. Gyógyszer, kaja, víz, és akkor a gyógyszer, kaja, víz után pedig a legkellemetlenebb, ami neki a legkellemetlenebb, az az, hogy jön egy kis injekció, ezt is mindenféleképpen a Clexane nevezetű vérhigító injekciót, ez a fertőtlenítővel előtte be kell fújni. Figyeljünk rá, hogy ezt a kis légbuborékot ezt nyomjuk ki belőle, mert mindegyikben van. Ugye a Clexane az mindig testcsúlyhoz adják, és akkor a púp, meg itt a felső vonal közé, zsírba, merőlegesen, félig beszúrva. Aj, bocsánatot kérek, jó van, bocsánat, elnézésedet kérem. Tudom, hogy fáj, de az jó jel, a fáj, mert érzed. Ez bement, kihúzzuk, ennyi. Nem kell elnyomkodni, nem kell elmaszírozni. Úgy tudom. De nem tudom, mert nem vagyok orvos, én így csinálom. És sok embernek a kórházban láttam, hogy így csinálták, tele volt kék, ahogy ők csinálták, tele volt kék-zöld foltokon, hát most itt meg lehet nézni. Azért beszúrtunk az elmúlt mennyi időbe? 11 hónapba. 300 injekciót is, nem nagyon vannak kérjük az egészségedre. Öreg mókus. Úgyhogy most tulajdonképpen akkor ezzel ennyi. Amikor oldalra fordulás következik, akkor figyelni kell arra azért, hogy ez a cucc, ez ne legyen alul, itt a hasánál, vagy valahol, mert nagyon benyomja az oldalába. Meg ezt a kupakot is benyomja, tehát ez lehetőség szerint majd, amikor elfordultunk, akkor egy oldalra tesszük. Figyeljünk arra mindig, hogy a puska, jó van, tudom, puska az ugye előre legyen. Ugye a férfiak azok tudják, hogy nem jó úgy aludni, hogy a combod közé be van zárva a golyód. Puska fölfelé, ez így áll, póló lehúz. Ugye mivel nálunk a bal oldal van elzsibbadva, egy kicsit így kirakjuk a bal kezedet, édesapám. Picit meg foglak fogni, nem kell megijedni. Kiért fogunk jönni erre az oldalra felém, jó? Háromra, egy, kettő, három. Jó van, semmi baj nincs, nyugodjál meg, semmi baj nincs. Én vagyok, az nem esel le, nem rántalak le, semmi baj nincs. Úgy szoktam, hogy megkérem őt, légy szíves, ezt engedd el, húzd fel mind a két lábad. Úgy, tudom, hogy csak az egyiket tudod, másikat én húzom. Derék alá benyúlunk, kicsit így kijebb jövünk, oké? És akkor azt szeretném kérni, hogy ezt a lábad, ezt nyújts ki, ez marad fönt. Én így keresztbe benyúlok, ez a kezed ide kimegy. Tulajdonképpen ezzel a technikával valaki így fogja őt meg, kezét elengedjük, mármint hogy a ágyat elengedjük. Ezzel a kezeddel megkapaszkodsz a másik oldalon, nem fönt, hanem a másik oldalon. Egy ilyen nagyon egyszerű, egy 30 kilós nő is meg tudja csinálni, így átfordulnak. Ups! És már is fordultunk oldalra. Tehát amikor még így keresztbe fogad a lábát, megnyúlsz a derek alá, és háromra bejebb jövünk, egy, két, hát. Ez az faszikán. Így. Még egyszer megnézzük a vízvezeték csapot, hogy jól áll-e. Oké, kezdet mindjárt megigazítjuk. Nézzük ide a hátad mögé valami. Sőt, most egyelőre még ide rakjuk a paplan, mert azért még itt elég meleg van. Az agyvérzés, nem valami jó a egyensúly. Nem, odafentre nem nyúlunk még, jó? Agyvérzés miatt egyelőre nem annyira jó a túl egyensúlyérzék. Mindig azt hiszi, hogy eldől hátra, ez jobb, hogyha ki van támasztva, még nyugodtabb. Ha akarod, akkor itt hátul már most meg tudod fogni a korlátot. Nem dőlsz el sem erre. Úgy, csak a szokásos tortúra. Pólóra figyelünk, hogy a pólód az ne vágja be itt a húnod alatt a válladat, mert ez kellemetlen. Füled nem hajlott hátra, nagyon jó. Úgy, ez itt fasza. És akkor ide arra szeretnélek kérni, hogy hozok, ne nyúlj oda föntre, léci, ne nyúlj oda föntre most még. Jó? Ilyenkor még szoktam azt, hogy ide a térdedet erre tett föl, légy szíves, jó? Tudod, hogy párhuzamosan legyenek a lábaid. Ne legyen olyan feltén. Így.
Lábak be vannak állítva, kérem szépen. Futó pozit, nem nyúlunk föntre még. Még ne nyúlj oda, légy szíves, mert ott a telefonom, aztán most fölveszi, hogy mit csinálunk, jó? Megmutatjuk másoknak, hogyha nagyon sok embert hazaküldtek most a kórházból, esetleg ők is meg tudják nézni, hogy mi hogy csináljuk. Lehet, hogy nem jól csináljuk, de mi így éljük túl a mindennapokat 2019. május 8-ától. De berakom, és közben tudsz támaszkodni, esetleg ha akarsz. Mi most egyelőre nem takarózunk, mert jó idő van nagyon. Jó? Figyelj csak a török, ne még egyelőre, ne nyúlj el oda. Mindjárt leveszem onnan a telefonom, mert ott lóg fönt a kapaszkodódon. És akkor utána nyúlkálhatsz oda. Ide rakok egy töltsit, ha akarod a szemedet törölni, arcodat törölni, bármi ilyesmit. Katétert leengedtük, várj egy kicsit, még ne nyúlj oda fel. Katétert leengedtük már. Mi azt ilyenkor esetleg, ugye, hogy megnézzük itt a hátsó tartályt. Semmi olyasmi nincs, amit most ki kellene cserélni. Pelenkát egy két órája cseréltünk. Úgyhogy nagyjából ennyi. Most így el vagyunk egy 2-3 órát. Majd 2-3 óron múlva felkelünk. És akkor fordulunk hátra. Utána fordulunk a másik irányba. Kicsit feljebb ülünk. Ide mozdulunk, oda mozdulunk. Ezt azt csinálunk. Jó? Úgyhogy ennyi.